Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, Önök heti sport összefoglalónk a Sportpercek adását látják. Összeállításunk első témája a labdarúgó NB1 rangadója lesz. Megszakadt a piros-fehérek menetelése, a saját pályán szereplő FTC legyőzte a DVTK-t a labdarúgó NB1 27. fordulójában. Az első félidő a kimaradt zicserekről szólt, majd a második játék részben eldöntötték a 3 pont sorsát a zöld-fehérek. Veresége ellenére a DVTK továbbra is a 4. helyen áll a tabellán. A forduló záró mérkőzését is egyben rangadóját az FTC és a piros-fehér mezben pályára lépő DVTK játszotta a tabellát magabiztosan vezető fővárosi együttes otthonában. Nem változtatotta a legutóbbi győztes együttesen Feszkó Tamás vezetőedző, aki a 3. percben azt láthatta, hogy már a 2. komoly zicserét hagyja ki együttese. Sőt, a 6. percben jött egy újabb, ami jelezte a DVTK szándékait. 2 perc elteltével aztán beindult az FTC is, de Danilovics kapusa helyén volt. Még mindig csak a 10. percében járt a találkozó, amikor Zubkov labdája ment mellé, és bő 1 perc elteltével újabb hazai helyzetet lehetett lejegyezni. A 22. percben káprázatos védést mutatott be Boli közeli fejesénél Danilovics kapus, majd a 42. percben Polgár elől az utolsó pillanatban tisztázott a hazai védő. Még az első félidő hosszabbításában is adódott egy Diógyuri lehetőség, de kisebb csodaként maradt a 0-0 a szünethez érkezve. A kiegyenlített első félidő után szinte 1 perc alatt eldöntötte aztán a folytatást az FTC. Az 54. percben Boli, azt követően pedig Zubkov talált be a DVTK kapujába. Ezek után újra Ivanovszki előtt adódott lövőhelyzet, de újabb gólt a lista vezető ért el a 83. percben Botka csúsztatott a hálóba. A végeredmény FTC DVTK 3-0. Bravúrját érkeztünk a Grupa Arénába. Azt mondom, meg volt rá lehetőségünk, hiszen nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első ajtólag zicserre jutunk adódott. Utána Ferencvárosnak volt 4 olyan helyzet, amiből gólt is, bármelyikből gól születhetett volna, viszont az első félidőnek a második fele újra miénk volt, és nekünk volt óriási zicserünk. Azt mondom, hogy kevés csapat tud ennyi lehetőséget kialakítani, ennyi gólszerzési lehetőséget, és 100%-os zicsert a grupamába, de hogyha nem rúgjuk be őket, akkor nem tudunk nyerni. A másik félidőben nagyon jól jöttünk, amikor mi irányítottuk a játékot, pont akkor kaptuk a 1 perc alatt a 2 gólt. Ezzel azt mondom, hogy meg is nyert a Ferencváros a mérkőzést, de örülök annak, hogy a csapatom megmutatta azt, hogy nem véletlenül vagyunk a táblázott 4. helyén. A vasárnap este 9-kor kezdődő rangadót követően pedig szerdán egy hétközi fordulóval folytatják a piros-fehérek hazai pályán fogadva a ZTE csapatát. Amikor 2 meccs között ennyire rövid idő telik csak el a frissítésen kívül, túl sok mindenre nincs is lehetőség. A felkészülési időszakban több felállási formát és variációt gyakoroltunk annak érdekében, hogy ha eljön ez az időszak, akkor csak be kell illeszteni a játékosokat különböző posztokra, és ne legyen meglepetés senkinek. És az a minimális taktikai kommunikáció, ami kialakult pár edzés vagy egy edzőmeccs alapján, akkor az meglegyen, ne pedig a mérkőzésen kelljen ezzel foglalkozni. Úgyhogy meg kell nézzük azt, hogy ki az, aki olyan sérülés szenvedett, hogy nem tudja vállalni szerdán a játékot, ki milyen állapotban, és akkor ha cserélni kell a posztján, akkor jön a másik, jön a frissebb ember, és akkor célunk az, hogy itthon tartsuk a 3 pontot. Visszatérve még az FTC elleni bajnokira, igyekezett maximálisan erősíteni a támadójátékot a cserékkel is a vezetőedző. Szerettünk volna a ellenfél tér felén labdát szerezni, ezért cseréltünk előre minél többet, hiszen 2-0-as hátrányban voltunk. A cél az volt, hogy az Fradi tér felén labdaszerzésből minél gyorsabban gólt tudjunk szerezni, sajnos ez nem jut össze. Szerdán pedig a kiesés elől menekülő és javuló játékot mutató Zalaegerszeg érkezik miskolci vendégjátékára. A Zalaegerszeg nagyon stílusos és jó focit játszik. Azt mondom, hogy téli átigazolási időszakban jól sikerültek az igazolásaik, és összeállt a csapat. Ugye mutatják azt, hogy az elmúlt 5 mérkőzés alapján a legjobb eredmény sorra a Zalaegerszeg rendelkezik. Gólerős játékosaik vannak, hiszen a gólövő listán nagyon előkelő pozíció vannak, nem csak a Radó és a Bobán, hanem mellette még a többiekben is van gól, úgyhogy nagyon oda kell figyeljünk, mert meglepetéssel készül az Zalaegerszeg, és tényleg a céljuk az, hogy minél hamarabb bennmaradjanak, de hazai pályán nekünk nem lehet más célunk, mint az, hogy nyerjünk és közösen ünnepeljünk a szurkolóinkkal.
Ami biztos, hogy Rui Pedro 5. sárgáját követő eltiltása miatt nem léphet pályára szerda délután. A találkozóra minden esetre készülnek a hazai szurkolók is, hiszen szinte már az összes értékesíthető jegy gazdára talált. Én nagyon hálás vagyok, nem csak én, hanem a csapat is a szurkolóknak, hogy a Groupama Arénába hazai pályát teremtettek. Tényleg rajtuk most sem úgy semmi. Fantasztikus volt, ahogy kimentünk és a diózsőri szurkolókat hallottuk csak. A hazai pályán pedig reméljük, hogy ez a tendencia még erősebb lesz, és tényleg a nehézségen átsegítenek minket, hiszen mondtam, az Zalaegerszeg egy jó csapat, és tényleg nehéz mérkőzésre készülünk. Úgyhogy minden biztató szóra és biztató hangra szükségünk van. Hosszú idő elteltével nem szerzett pontot tehát bajnokián a DVTK, de megőrizte 4. pozícióját a tabellán a csapat. A most összefoglalt bajnoki rangadót sportműsorunkat követően 19:35-től nézhetik végig a Miskolc Televízió nézői.